Görögország lesz a legvonzóbb állam a befektetők számára az egész Európai Unióban. Ezzel a lendületes vállalással foglalta el hivatalát a gazdasági növekedésért, illetve a befektetésekért felelős aténi miniszter Adonis Georgiadis. Az Euronews-nak adott exkluzív interjújában azt ígérte, hogy az év végére meg lesz az összes intézkedés, ami csak kell ahhoz, hogy a befektetők megtalálják a számításukat Görögországban. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió leginkább befektetőbarát államává akarják változtatni Görögországot. Úgyhogy az lesz az első, hogy csökkenteni fogják az adókat és egyszerűsítik az ügyintézést. Augusztusban gyakorlatilag az összes jogszabályt lecserélik, hogy a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsék a vállalkozók dolgát. Az lesz az üzenete ennek az egésznek, hogy ha valaki pénzt akar keresni, vállalkozni akar, akkor ott a helye Görögországban. Az adócsökkentés terve nem tetszik Brüsszelnek. Atén nemzetközi hitelezői arra figyelmeztetnek, hogy továbbra is szigorú pénzügypolitikát várnak a görög vezetéstől, annak érdekében, hogy a vállalt költségvetési célok tarthatóak maradjanak. A fejlesztési miniszter szerint az Európai Unió azt akarja látni, hogy Görögország boldogul. Ez az, amin dolgoznak, Brüsszel meg fogja kapni, amit akar. Büszkék arra, hogy görögök, ugyanakkor arra is, hogy európaiak. Az új görög kormány célkitűzése merész. Meg akarja duplázni a görög gazdasági növekedést a jövő év végére.